Múlt héten mutatták be Debrecen környezetvédelmi programját, a Zöld Kódexet. Az 50 pontos intézkedés csomag 2026-ig terjedően fogalmaz meg feladat- és elvárásrendszert, amelyet az önkormányzat a Debreceni Egyetemmel és a Zöld Munkacsoporttal közösen dolgozott ki. Az elemek között szerepel többek között a közúti útburkolatok állapotának és tisztaságának javítása, a zöld szigetek kialakítása, a közvilágítás korszerűsítése vagy éppen a parlagfűnyírtás is. A dehír.hu hírportálon található a szavazófelület, ahol mind az 50 pontról részletesebben is lehet olvasni. A szavazás során az intézkedések közül bármennyire leadhatjuk voksunkat, amely a tetszik gomb megnyomásával lehetséges. Az intézkedésekre eddig már 33 ezer érvényes szavazatot adtak le. A válaszadók döntése alapján jelenleg a legnépszerűbb pont a vizet a Nagyerdőnek, de a debreceni környezeti ellenőrző rendszer kiépítése és üzemeltetése, valamint az újabb nagyszabású felültetési programra is szép számban érkeztek voksok. Mivel nagyon sok pont van, tehát az a 100%, ugye 50 intézkedés között oszlik meg, így látszólag nem olyan látványos az, ahogy szavaznak az olvasóink, mert hogy mindenki sok mindenre is szavaz, viszont mi figyelemmel kísérjük, tehát látjuk azt, hogy nagy az érdeklődés. A folyamatos olvasói aktivitást látva a szavazás határidejét egy héttel kitoltuk. Így az eredetileg tervezett január 31-e helyett február 7-éig, azaz jövő hét szerdáig lehet leadni a voksukat.